Fogvatartottak festették ki a Baracsi Védőnői Rendelő és Képzési Központ helyiségeit április elején. Az Európai Uniós Projekt jóvátételi programjában 6 elítélt vállalta a felújítást. A festést itt társadalmi munkaként végezték, nemrég azonban 20 elítélt sikeres vizsgát tett szobafestő-mázoló képzés keretében. A bizonyítványokat április végén kapták meg. Három hónapig kezdődött el, januárban indult, most már ugye sikeresen levizsgáztunk elméletben és gyakorlatban is. Hát én úgy gondolom, hogy nagyon sokat tanultam erről az egészről, erről az egész szakmáról, mindent, ami benne van. Szerintem mindegyik kis pontját megtanultam. A képzés pályázati úton valósulhatott meg, a fogvatartottak pedig örültek az újabb lehetőségnek. Hát azért jelentkeztem, mert igazából van már még egy szakmám, egy vendéglátó, csak szerettem volna még egy építőiparit is mellé, és akkor így már máshol helyzetként a civil életben. Ezért már könnyebb elhelyezkedni, én úgy gondolom. A Pálhalmai Országos Büntetés Végrehajtási Intézetben nagy hangsúlyt fektetnek a fogvatartottak képzésére. Ez nyilván azért nagyon fontos, mert ha a szabadulás után nem mindegy, hogy az ember el tud helyezkedni, vagy nem is. Igyekszünk piacképes szakmákat tanítani az embereknek. Kertészet, szakács, különböző parkgondozó, térburkoló, tehát amivel ma a szabad életben azért el lehet helyezkedni, de ha semmi másra nem lesz jó, csak mint otthon szépen ki tudja festeni a házát, már az is egy nagy eredmény számunkra. Az intézményben átlagosan 1600 elítéltet tartanak fogva, közülük 1300-at foglalkoztatnak, iskolai képzésben pedig csaknem 70%-uk vesz részt.